októberben jelent meg a Ferencváros 1956, Ferencváros a forradalomban, ahogy szüleink, nagyszüleink megélték című könyv, melyben szemtanúk és kortársak visszaemlékezéseit gyűjtötték össze. Adásunkból megismerhetik a forradalom egyik szemtanújának, dr. Stadler Jánosnak a történetét. Itt állunk ugye a Bakástéri általános iskola előtt, azért vagyunk itt, mert hogy ön ide járt általános iskolába. Milyen volt akkor gyereknek lenni, illetve milyen volt akkor ez az iskola? Hát egy olyan normális általános iskola volt, akkor még talán eleminek hívták, mert ugye én 1944-ben kellett volna, hogy iskolába menjek. Mentem is iskolába Hercegszántón, ahol nem voltunk, egy tanyán éltem több mint fél évet, de aztán egy-két hónapot jártam, és utána feljöttünk, a Tompó utcában laktunk, és ide jártam a Bakástérre első osztályba. Három osztályt itt végeztem a Bakástéri általános iskolába. Szabadabban lehetett mozogni, futkároztunk, lementünk, hát a szülők nagyon elfoglaltak voltak, az édesapámnak volt egy fűszerüzlete itt a Mátyás utca és a Rádai utca sarkán, és az édesanyám is sokszor dolgozott, aztán utána később született még két húgom, és én eléggé független voltam, mindig nagyon sokat olvastam, sőt, még egy részlet most eszembe jutott, hogy itt a Rádai utca elején oda jártam, valahogy az iskolába szervezték a szívtestőrséget, ami olyan volt, mint a szívgárda, gyakorlatilag egy cserkészethez hasonló ifjúsági szervezet volt. Volt engyelruhánk is, sötétkék nadrág, fehérring, barna nyakkendő. Ön egyébként ilyen törzsgyökeres 9. kerületinek számít? Azt hiszem igen, mert tulajdonképpen a Bokréta utcában laktak a szüleim, amikor születtem. Utána átköltöztünk a Tompa utcába, Tompa utca 15A-ba, utána a Bakástérre, itt ebbe a Bakástér 9-be laktam. És hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy az életem elég meghatározó részét itt töltöttem. Mennyit változott a Ferencváros egyébként? A Ferencváros nagyon sokat és nagyon előnyére változott. Én egyébként már akkor mondtam gyerekkoromban, hogy ebből a Rádai utcából tulajdonképpen lehetne egy olyan, mint a Váci utca. Ugye itt volt az általános iskola, de ugye itt a környéken több helyen is élt gyerekként. Sétáljunk egy picit abba az irányba. Ez az a ház, ugye a Bakástér 9-et mondta, hogy itt lakott. Hányba költöztek? Igen, igen. 1957-ben költöztünk, mert akkor nagyon sokan cseréltek, és ez egy kedvező lehetőség volt, mert ott egy kétszobás lakásunk volt, cselédszobával, az volt az enyém, és itt pedig egy ilyen háromszoba, hogy így mondjam, összkomfortos, jó polgári lakás. És ez nagyon jó életkereteket adott, még a két húgomnak is. Akkor térjünk rá a könyvre, Ferencváros 1956, a forradalom, ahogy szüleink, nagyszüleink megélték. Ugye ebben megjelent önnek is egy története, a Vér az uborkás üvegben címmel. Hogyan született ez a cím, és miért éppen ez lett? Különben ezt már 2012-ben megírtam, és nevetni fog, hogy hol jelent meg először, a Sydney Magyar Életben. Mert leveleztem a Sydney Magyar Életnek a szerkesztőjével, teljesen véletlenül, és aztán utána 2013-ban még megjelent a kommentárba, és azok adták a címet. Maga, ami az okot adta, az itt történt az 56. november elején, valamikor 1-én, 2-án, nem voltak harcok, és valami hihetetlen, akkor a vidéken annyira hálásak voltak, hogy a Nagy Imre kormány eltörölte a beszolgáltatást, hogy megtömtek teherautókat és küldték fel a pesti népnek. Szóval ma már elképzelhetetlen, olyan összetartás volt, Magyarországon soha nem volt olyan, se előtte, se utána, mint 1956-ban, és följött egy pótkocsis teherautó, azt hiszem Sövényházáról. És oda mentek a Angyal utca és a Tompa utca sarkára, és hát már ott a Tompa utcán is elkezdtek volna osztogatni, és a nép megrohanta, és kezdett már fosztogatásá válni. Erről szóltam az haveromnak, hogy
Mondom, gyere Csiga is, föl, dobjuk be magunkat. Föl, oda mentem a sofőr, és mondtam neki, menjen előre, menjen be az Angyal utcába, felszállunk, és osztogatjuk. És hogyha ráverünk a tetőre, akkor menjen előre a 20-30 métert. És ez a technika bevált. És szétosztottuk a pótkocsis teherautó élelmiszert, csak amikor már ott voltunk a vontatónál, tehát a magánál, a teherautónál, nem a pótkocsinál, akkor a Csiga fölemelt, azt mondja, mi ez? Fölemelt egy uborkás üveget, barnás löty volt benne, mi ez? Kérdeztük a sofőrt, mi ez? Azt mondja, hát tetszik tudni, ez a vérünk, amit összeadtunk a pestieknek. Ez döbbenet, nem tudtunk se röhögni, se lett visszatettük, és akkor befejeztük az egészet, azt hiszem ott maradt. És miután ez le van írva, a szerkesztő azt mondta, ez lesz a címe, hogy vér az uborkás üvegben. Ebben a történetben ugye olvastam, hogy 1956 egyik legmeghatározóbb év volt az életében. Miért? Azért volt a legmeghatározóbb, mert hát először is mondjuk érettségiztem, és próbáltam fölvételizni, például akartam közgazdász lenni, de nem vettek föl, pedig 4-es-5-ös tanuló voltam a közgazdasági helyhiány miatt, hát rossz származású voltam, egyéb származása édesapámnak a foglalkozása miatt. A forradalom miatt is, az életem alakulása miatt, és a forradalom miatt, ahol én, bocsánat, hát azért egy nagyon érdekes szerepem volt benne, ami az volt, hogy én akkor a Nemzeti Bankban dolgoztam, és már susmogtak, hogy hát most már azért jó lenne, hogyha ha itt valami lenne, és mondták, hogy lesz egy nagy gyűlés a BEM-téren, és elengedtek ebéd után, és akkor elmentem a BEM-térre, ott voltam, hát az egy hihetetlen volt. Nem tudom, nem mondtak olyan nagy dolgokat, vagy nagy dolgokat mondtak, csak azt éreztem, hogy mindenki azt érezte, hogy ez nem egy hazugság, itt valahogy azonos érzésünk van. És akkor onnan átmentünk Pestre, az néha szokták mutatni, azt is láttam, ezt az autót, amire fölkapaszkodtak és mentek, és aztán a 49-es villamossal mentem, mert és láttam a Nemzeti Múzeum előtt voltak, és leszálltam, és bementem a Nemzeti Múzeum én is. És olvastak föl, 14 pont volt, és olvasták föl úgy, hogy zseblámpával világították. És amikor odaértek, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ki, akkor azt mondtam, hogy bocsánat, ezt kéne az egész országnak hallani, és mivel hát tulajdonképpen egy ilyen pattanásos arcú kamasz voltam, az az igazság, nem én akartam felállni, oda mentem egy felnőtthez, hogy lehetett 40-42 éves, és mondtam, hogy figyelj ide, az a helyzet, hogy ezt be kéne olvastatni a rádióba. Azt mondja, nagyon jó. Akkor fölállt az aranyszobornak a talapzatár, és azt mondta, a magyar testvérek, itt többen elhatároztuk, akkor jöttem rá, hogy történik a történelem, hogy még csak ketten voltunk. Többen elhatároztunk, hogy oda megyünk a rádióhoz, és beolvastatjuk, és azt mondták, éljen! És én voltam az első, aki kirohantam, és tulajdonképpen én mentem elősőnek a rádióhoz. Megálltam a Puskin utca sarkán, és vártam, teljesen normális forgalom volt, egyszer látom, hogy jön a feketélik, a tömeg is jönnek, és akkor oda mentünk a rádió elé, és azt mondták, delegáció, menjen be, de én aztán a rádiótól elmentem, felszálltam, tudom, jöttek teherautók, ilyen Csepel teherautók, akkor azzal később is azzal, azok járkáltak, mint hogyha azért volna, föl lehetett rá kapaszkodni, mint a tömegközlekedés volt, és akkor fölkapaszkodtunk, kimentünk, és én láttam a Sztalin szobor ledöntését, ami a életemnek egyik nagy élet. Hát az olyan volt, mint ahogy megvan írva, hogy a bálványok ledőlnek. Csak fölvágták így a nőszébe autógén pisztolya, és az volt a helyzet, hogy nem tudták végig, csak hogy a csizmánál vágtak, és lehúzták, és ott maradt a csizma, és még csizmadíjat érnek hívták. Szóval az a pesti humor, az akkor is működött. Hát ugye azt már beszéltük, hogy ön mint törzsgyökeres ferencvárosi lakos, nem csak itt, hanem több helyen is élt itt a Ferencvárosban. Menjünk át egy másik helyszínre, és folytassuk ott a beszélgetést. Menjünk a Tompa utcába. Na
Tehát itt vagyunk a Tompa utcában, ugye. Mennyit változott ez az utca, vagy mennyire elevenedik meg az az idő, amikor ön itt élt? Hát nagyon sokat változott ez az utca. Hát ugye ez egy sétáló utca lett a másik része, és itt is parkosítva van, tehát nagyon szép. De mi volt itt régen, itt, ahol most itt parkos hát volt ez például? Itt végig minden aszfaltozott rész volt, és hatalmas rollerversenyeket rendeztünk itt. Úgyhogy ilyen emlékeim vannak. Itt volt a fegyveres felkelő csoport. Olvastam a történetében, hogy azt írja, hogy 1956-nak örökre ki hálás maradt, hogy megismerhette a szabadságot. Mit értett pontosan ez alatt? A harc az eredetileg nem akart senki harcolni. Eredetileg tulajdonképpen azt akartuk, hogy legyen egy ilyen békés változás, hogy még tulajdonképpen olyan alapvető rendszerváltozás sem akart mindenki, csak azt akartuk, hogy tulajdonképpen mindenki mondhassa el a véleményét megfelelő felelősséggel. Azt éreztük, hogy tulajdonképpen felelősséggel a szabadok lehetünk. Még az se volt, hogy a kommunista pártot betiltják, ezt senki nem mondta. Tehát a Kádár János akkor alapította a Magyar Szocialista Munkáspártot. Mindenki azt mondta, jó, hát akik kommunisták, a kommunisták legyen. Tehát egy olyan rendszert akartunk, ahol mindenki ki tudja fejteni a tevékenységét. Egy kicsit ilyen álomszerű volt, de maga a szabadság azt jelentette, hogy azt éreztük, hogy nincs az a nyomás, nem az ávó fogja meghatározni, hogy mit mondhatok, mit nem mondhatok, hanem mi elmondjuk, de megfelelő felelősséggel. Szóval én ezt láttam, és hát ez a BEM téren már rögtön lehetett érezni, hogy az írók ezt akarják. Úgy bennem volt, hogy ez egy olyan élmény, ami egész életemre ki fog tartani, és ki is tartott, úgy érzem. Szóval mindig adott erőt, hogy én akkor nekem volt egy kis szerepem is, benne voltunk, és azt akartuk, hogy tulajdonképpen úgy éljünk, hogy mindenkinek legyen meg a lehetőség ahhoz, hogy rendesen élünk. Ez egy nagyon fontos dolog voltak az ön számára, hogy ez megjelenhetett könyvbe, ez az ön története. Mit üzen a fiataloknak, hogy ebből az életérzésből, amit akkoriban ön átélt, megélt, mit lehet átadni, illetve hogyan lehet átadni a mai fiatal generációnak? Tulajdonképpen hát egyrészt azt, hogy mindenki nézze meg, hogy mi az egyéni, meg a közösségének a lehetősége. Próbáljunk a lehetőségek határain belül, de maximumot kihozni magunkból. Tehát nem azt, hogy én most, ugye nekem jogom van mindenhez, ehhez, ahhoz, amaz, nem. Először azt, hogy én nekem mi is a kötelességem, mit kell megtennem magamért, a családomért, stb. És ahhoz, hogy legyen meg a megfelelő szabadság, de és azzal éljek is. Tehát tanuljak, hasznos dolgokat csináljak, és ne. Talán ez 56-nak a legnagyobb üzenet. Nem a harca volt a lényeg 56-ban, hanem az, hogy fegyelmezetten csináljunk egy nagyon jó országot.